Várj, ne! Gyere, Graham! Elég! Ha gond van a kutyával... Ne, Bailey, lefelé! Sajnálom, bocsánat! Csak egy valaki segíthet. Ez biztos idegesíti a szomszédokat. Lefelé. Folyton ránk mászik. Frank, elég! Nem. Megneveli szőrös barátainkat. El akarja kapni a madarat. Simán fellök. Engedd el! És a gazdikat. A jó hír az, hogy a kutyáddal nincs gond. Veled van gond. Nem a kutyát sétáltatjuk, hanem engem? Igen. Minden szükséges eszközzel. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan megy. Mit csinálsz? Alig ismerlek. Ez az, gyere! Graham, ami megmentünk. Ezen a héten Graham három kutyás problémával áll szemben, amiket a bezárás csak tovább szított. Két kutya áldász háborúja. A legnagyobb félelmem, hogy egyikük meghal. Gyere! Egy dél-londoni nagyfiú... Gyere! Nem, ne feküdj le! Nem akar moccanni. Muszáj sétálnia, mert egyre kövérebb. Ralph! És egy problémás kutya... Te jó ég. Nem hagyja, hogy a gazdájára rátaláljon le! A szerelem. Aki belép az ajtón, annak először egy felérohanó kutyával kell megküzdenie. Én biztos sarkon fordulnék és elmennék. Micsoda idillikus látvány. Ám a látszat néha csal. Derbyshire békés dombjai között probléma van. Ne! Két kutya áll háborúban. Maisie a Cocker Spaniel és Pippa a Springer Spaniel, áldász ellenségek. Nem bírom, nagyon kimerítő. Mérzi, ez te voltál. Nyugalom. A háborús zóna kimondottan kimerítő a két tulajdonosnak. Ez az egész egy territoriális játék. Olyan erőszak van bennük, hogyha Pippán nem lenne póráz. Elviselhetetlenek lennének a következmények. Már nem bírom tovább. Pedig nem volt mindig ilyen az élet. Jó kislány. A két nyugtalan kutya régen elválaszthatatlan volt. Jó kislány. Az elején nagyon jó barátok voltak. Ez a kedvencem. Itt olyan nyugodtak és aranyosak. A 15 éves lányuk Angelica választotta ki őket kölyök korukban. Együtt nőtt fel velük, ő vigyázott rájuk. A kutyák az élete részei. Együtt vittük őket sétálni. Együtt nyaraltunk, kirándultunk. Kerek volt velük a család. Aztán jött a pandémia, és a bezártság mindent megváltoztatott. Morgásokkal kezdődött minden. Aztán kisebb verekedések következtek. Majd teljesen kicsúszott a kezünkből az irányítás. Attól a naptól kezdve szétválasztottuk őket. És a kutyák 18 hónappal később sem férnek meg egy szobában. Teljesen megváltozott az életünk. Olyanok lettünk, mint egy katonai szervezet, hogy távol tartsuk őket egymástól. Kiviszem Pippát a tornácra, és szólok. Jó. Utáljuk, hogy nincsenek szabadon. Jó kislány? Valamelyiket mindig ki kell zárnunk a családból. Ami borzasztó. Erre gyere. Jó kislány. Az egész napunk stresszel és idegességgel telik. Jó van, Mike, jöhetsz. Gyere. Gyere, jó kislány. A különtartás az egész életünkre hatással van. Minden etetés alkalmából ez a program. Ez nem élet. Nem így kellene együtt élni az állatokkal. Az egész egy rossz álom. Igen. Tudjuk, ha rosszul csináljuk, annak komoly következménye lehet. Nem!
A legjobban attól félek, hogy nem tudjuk szétszedni őket, és végül az egyikük meghal. Láttam már agresszív spánielt. Elég durvák tudnak lenni. Ez nagyon nehéz és idegörlő lehet. Igyekszem jó útra terelni őket. Hello, jó reggel! Gyere be! Köszönöm. Ő ki? Ő Mézi. De aranyos vagy. És hol a másik kutya? Pippa, külön kell tartanunk őket. Szóval sosem találkozhatnak? Semmiképpen. Értem. Külön-külön élünk velük. Értem. Ha összeengednénk őket, akkor verekedés lenne a vége. Nem kockáztatok úgy, hogy szeretném látni. Gyere. Várj, várj. A lányokon tájkosár és póráz is van, hogy Graham kiderítse, mi szítja bennük a dühöt. Maisie már morog. Ő eredetileg hátrált. De Maisie elkezd morogni. Oké, eleget láttam. Vigyétek vissza őket! Vigyétek vissza! Hé! Hát ez elég durvának tűnik, nem szaporítanám a szót. Ha összeengednénk őket, akkor egyikük biztosan meghalna. Graham látta, milyen feszült otthon a helyzet. Most már csak arra kíváncsi, hogyan viselkednek idegen helyen. Jó kislány. Meglepő a viselkedésük. Hihetetlen. Micsoda különbség. Hihetetlen. Mi? Igen, és ez mindig így van? Igen, mindig. Nincs semmi gond. Nem, nincs. De Graham érdekes felfedezést tett. Feltűnt, hogy közöttük mentek, ez mindig így van. Igen, a biztonság kedvéért. Így könnyebb arrébb vinni őket, ha megint kezdik. Oké, értem. Nem lehet, hogy idegesek vagytok, hogy sétáltatjátok őket? De én az vagyok. Igen, örülsz, ha van némi távolság közöttük, de mi lenne, ha arra kérnélek, hogy engedjétek őket egymás mellé? Az az igazság, hogy elég egyetlen rossz mozdulat, és mindennek vége. És ezt ők is tudják. Nem könnyű így élni. Ezért is szeretnék segíteni. A folytatásban... Gyere! Egy igazi nehéz súlyú. Mit csinálsz, ha ezt teszi? Hívom a lányomat. Aki meghozza a döntést. Jönnöd kéne, nem mozdul. Jó ég. Most meg mit csinálsz? Egy erőszakos hím... Szereti a látogatókat. Elűzi az udvarlókat. Az egyik percben harap, a másikban meg udvarol. Vajon véget tud vetni Graham a háborúnak? Elég. A mesterkiképző Graham Holderby-sörben van a két spánielnél, Maisie-nél és Pippánál. Jó kislány. Akik a pandémia óta harcban állnak. Nem. A legjobban attól tartok, hogy egyikük meghal. Mike és Lorraine szerint Pippa kezdi a veszekedést. De Graham másra gyanakszik. Úgy tűnt, hogy Pippa a kezdeményező, de igazából Maisie volt az, aki először morgott. Egy zsímbes, öreg lány, aki morog, és Pippa már is elveszti a fejét. Ez félelmet generál és veszekedést, és onnan már tudjuk, hogy mi a vége. Igen. Hogy oldjuk meg? Igazából séta közben remekül viselkednek. Ez egy jó kiinduló pont. Ne feledjétek, hogy egykor barátok voltak. Ezt kellene valahogy feleleveníteni. Igen. Ahhoz, hogy felépítse Maisie és Pippa között a kapcsolatot, le kell rombolnom a köztük lévő akadályokat. A házban babarácsok vannak, de idekint Mike és Lorraine jelentik a fizikai gátat. Az én célom az, hogy akadály nélkül kerüljenek közel egymáshoz, és újra jól érezzék magukat együtt. Graham szerint Maisie morgása váltja ki Pippa reakcióját. Gyere, jó kislány! A veszekedések megakadályozása érdekében először is Maisie-t kell megnyugtatni. Jó kislány! Ezt dicsérettel tudják elérni nála. Szuper! Ha rá tudja venni a kutyákat arra, hogy egymás felé sétáljanak,
akkor elkerülhetik az incidenst. Okos kislány! Ez az! A béke fenntartása érdekében észre kell venni a figyelmeztető jeleket. Mintha azt gondolná, hogy egyetlen rossz mozdulat és elkaplak. Jelenleg sok dicséretet kapott, ami nagyon jó. Okos kislány. Okos. Mehet? Igen. Most, hogy Maisie blokkolás nélkül is nyugodt. Készen állsz? Menjünk! Lorraine átveszi az irányítást. Mehetünk. Okos. Ez az. Jó kislány, ügyes vagy, Maisie. Jó kezdet. Lorraine nem felejtette el a dicséretet sem. Ügyes vagy. Hogy Maisie nyugodt maradjon. Jól van. Jó kislány, ez az. Ügyes vagy. Indulhattok. Mivel mindkét kutya nyugodt. Nagyon jó. Graham csökkenteni akarja a távolságot. Mehetünk. Gyere. Jó kislány. Ügyes. Ez az, jó kislány. Jól van, Maisie, ügyes. A Lorraine-től érkező helyes jelek békét teremtenek. Ez az. A dicséret nyugodt és barátságos. Az időzítés tökéletes. Jó kislány. Ügyes. És ahogy közelebb érnek, a kíváncsiságuk egyre nő. Oké. Csak meg akarta szagolni. Igen, puszta kíváncsiságból. A morgástól eljutott odáig, hogy talán újra barátok lehetnek. Igen. Mivel a kutyák látszólag békésen viselkednek, Graham szerint készen állnak a közeli találkozásra. A helyzet az, hogy eddig nem kellett korrigálnunk, mert folyton dicsértük, és arra építettünk. Most kerüljünk még közelebb, és várjunk pár másodpercet, hadd szokják egymást. Jó kislány, ez az, ez az. Igen, vissza is pillantott. Csóválja a farkát. Csóvál, ez jó jel. Jó kislány. És a fegyverszünetből... Ez hihetetlen. Barátság lesz. Rég nem voltunk ilyen közel. Tényleg? Ennyire sosem. Most már jól érzik magukat. El sem hiszem. Nézzétek! Graham rávette őket, hogy semleges területen békében legyenek. Ez jó. De még mindig előtte áll egy sokkal keményebb kihívás. Elégedett vagyok a szabadtéren történt fejlődéssel, de ahhoz, hogy bent is barátok legyenek, még sok munka kell. Amíg Graham kitalálja a Maisie és Pippa békés együttéléséhez vezető utat, addig 240 kilométerre délre Londonban várja egy másik ügy. Szeretném, ha sétálna. Szüksége van a sétára. A nehéz súlyú Buddy feszültséget szül anya és lánya között. Ha végre hajlandó velem is sétálni, saját életed is lehet. Lisa egész életében az anyjával, Lindával élt, de lassan szeretne férjhez menni. Nem tehetek mindent félre addig, amíg hajlandó járni. Én sok mindenről lemondok, neked is ezt kéne. Nem lehet. Ne legyél igazságtalan. A német juhász keverék mozgásba lendítése és Lisa életének visszanyerése Graham vállára nehezedik. Gyere, Bud! Gyere már, gyorsan! Szia, Linda! Szia! Buddy, jó ég, szép szállegé! Az biztos. Szóval nem akar járni, ez a probléma. Mindenképpen nagy probléma. Próbáljuk meg, lássuk, mit csinál. Gyere, gyere! Gyere, menjünk, Bud, gyere! Mozgás! Azt mondja, nem megyek sehova. Gyere! Oh, elindult, jön! Ez az. Sétáljunk. Jó fiú. Buddy, gyere! Ezt szokta csinálni, ugye? Igen. Látom. Jössz sétálni? Szia! Szia, szia! De kedves kutya vagy. De szép szemed van. Jól van.
Muszáj lesz sétálnod. Graham szigorú tekintete előtt Buddy a legjobb oldalát mutatja. Jó fiú. Csodás. Majd hirtelen... Ajaj, megállt. Az út közepén. Buddy, gyere! Mit csinálsz, ha ezt csinálja? Hívom a lányomat. A lányodat? A lányomat Lisát, aki rögtön jön. Jó ég, jó? Halló, ide kéne jönnöd. Minden arról szól, hogy Buddynak jó legyen. Jól van, siess. Rossz kutya vagy, tudod? Igen, ott van Lisa. Meglátta Lisát. Gyere, gyere. És már megy is. Gyerünk. Annak örül, ha te is itt vagy. Igen, ha ketten vagyunk, jól érzi magát. Vajon miért? A pandémia előtt minden rendben volt. Sokat sétáltak anyával. Szóval a pandémia alatt mindig együtt sétáltak. Igen. Azelőtt pedig sokat mentek egyedül. Csak én vittem sétálni. Naponta háromszor mentünk, imádtam. Aha, értem. Jövőre férjhez megyek, ezért kell nélkülem is sétálnia. Nem akarom, hogy elmenjen, amíg ez nem oldódik meg. Utána mehet. Egy pillanat. Szóval addig nincs esküvő, amíg a kutya nincs rendben? Nagyjából igen. Oh, az anyja vagyok, tegye meg, amit kérek. Tehát a lányod csinálja azt, amit mondasz, de a kutyának nem kell. Nem. Jó, mennyit nyom? 72 kiló. 72 kiló? Nem félsz, hogy valami baja lesz? De, ha nem veszem rá, hogy sétáljon, elveszítem a csatát. Igen. Mi a legnagyobb félelmed? Hogy elveszítem. Nem élném túl. Nem? Ő a kisbabám. Azt látom. Igen. Mivel a kisbaba nem hajlandó sétálni. Nézd, mit hoztam. Linda egy állatorvos által összeállított diétával próbálkozik. Nézd csak! Kézzel eteted? Igen. És ha leteszed neki a tálat? Nem nyúl hozzá. Tényleg? Okos vagy. Azt mondja, nem. Ki kell érdemelned? Felség. A felség a kedvenc desszertjét szeretné. Ezen eszik, különben mindent összeken. Te fagyival eteted a kutyát. Ez joghurt. Joghurt, oké. Gyenge a gyomra. Értem én. Pálcikán szereti enni. Ah, úgy szereti. Sosem láttam olyan kutyát, ami fekve várja, hogy a személyi pincérnője kézzel etesse. A kutya a kis ujja köré csavarta Lindát. Egyértelműen szereti, de a nagy szeretetével megöli. Mami kicsi fia. Le! A folytatásban egy fékezhetetlen terrier, aki nem hagyja, hogy a gazdája megtalálja a szerelmet. Istenem, azt hiszi, ő a házura. Buddy továbbra sem mozdul. Húzd elő! Gyere! És Grahamre még Derbyshire-ben is vár munka. Elég! Rá kell vennie a spánieleket a békülésre. A mesterkiképző Graham Hall Dél-Londonban van Buddy nagyfiúval, aki nem hajlandó sétálni. Bocsánat! Ha csak Linda lánya Lisa nincs a közelben. Gyere, menjünk! Ám a mozgás hiánya végzetes lehet számára. Van egy 72 kilós kutya, aminek 40 kilót kellene nyomnia, ezért cseppet sem öröm számára a séta és a mozgás. Gyerünk! De nem véletlenül ilyen. Linda hatására vált ilyen. Gyere! Nem, ne feküdj le! Most pedig jöjjenek a hírek. Tudom, hogy szereted, de rendesen elkényeztetted. Igen, mert ő egy mentett kutya, és úgy éreztem, hogy megérdemli. Megsajnáltad, amiért mentett kutya, igen. Ugye? Értem. Szóval folyamatosan szeretgeted, és amint azt mondja valamire, hogy nem akarom, te ráhagyod. Kérek kaját, etes kézzel. Az a baj, hogy ő egy kutya, nem egy baba. Ennek van egy komoly oldala. Te magad kreáltad ezt a problémát magadnak. Kellene pár határ. Az biztos. Szerintem nincsenek is határok. Ezért is főnökösködik annyira, amin változtatnunk kell. Változtatunk pár dolgon. Ugye tudjátok, hogy ezt végig kell csinálni. Igen. Mindkettőtöknek jobb lesz. És ha minden rendben lesz, te elköltözhetsz és férjhez mehetsz. Szuper!
Buddy átnevelése mellett Lindát is át kell nevelnünk. Kicsit keményebbnek kell lennie. Nem barátságtalannak, és ugyanúgy szeretheti tovább, de ha azt mondja, hogy sétálunk, akkor csinálja is végig. Graham be akarja bizonyítani Lindának, hogy a lánya segítsége nélkül is el tud sétálni Buddyval a parkba. Jó fiú. Ennek megtanítását az otthonukban kezdi. Rátettem a pórázt. Most még nem tudja, hogy mit akarok, de biztos azt gondolja, hogy nem megyek sehová. El fogok indulni, és ha nem jön, akkor kicsit megrántom a pórázt. Ha elindul, jöhet a dicséret. Lássuk, mi történik. Gyere! És láss csodát! Jó fiú! Ez jó! Nem gondoltad, hogy elindul, ugye? Nem gondoltam. El sem hiszem. Egek! Ez lesz a teszt. Mekkora esély van arra, hogy feláll? Nulla. Nulla. Lássuk. Gyere, Buddy! Okos kutya. Okos. Na hát! Szuper. A lényeg az, ha én mozgok, akkor te is, mert velem kell jönni. Én alig tudom elimádkozni az ajtóig. Kezdjük ott, és menjünk el sétálni. Meglátjuk kint, mit csinál. Jó. Lindának magabiztosan kell mennie. Jelenleg azt sugallja a testbeszéde, hogy jön vagy nem. A kutya ebből azt gondolja, hogy azt csinálhat, amit akar. Graham számára ez gyerekjáték, de vajon Linda is boldogul? Jó, ez kihívás lesz számodra, mert éppen fekszik. Eldöntötted, hogy átmész oda. Hát menj! Gyere, Buddy, gyere! Ez az! Mivel Linda bízik magában. Ez az! Buddy nagy fiú elindul. Csodás! Jó fiú, ez az! Nem, gyere! De amint csökken a magabiztossága... Keményebben! Buddy, gyere! A súlyos kutya lefekszik. Dobd el a pórázt, megmutatom. Felveszem, és elindulok. Gyere, Buddy, gyere! Te úgy mondtad, mintha vitáznátok rajta. Én nem vitatkozom, hanem megyek. Próbáljuk újra. Gyere, Bud. És ezúttal... Jó fiú, szuper, szép volt. Linda megcsinálta. Jó fiú, ez az. Most már hallgat rád. Úgy tűnik. Helyes, ne feledd, ha hezitál, menj. Sikerült. Csak egyféleképpen vehetik rá a mozgásra. Gyere, Bud! De vajon el tud sétálni vele a parkba anélkül, hogy megállna és segítséget kérne? Nézzék! Linda jó úton halad. Hát nem egyszerű. Linda csak kisétált az ajtón és elvitte sétálni a kutyáját. A pandémia óta először... Jó érzés. Linda irányítja Buddyt. Az úton is átment, gond nélkül. Jó fiú. Jól csinálom. Jó vele sétálni. Okos vagy. Sokat fogunk sétálni. Se perc alatt vékony kutya lesz. A végső cél a helyi park, 10 perc folyamatos sétára van. Okos. Hello! Hello! Ahol Lisa is csatlakozik hozzájuk. Nézd! Na hát, most már ő sétáltatja a kutyát. Jó volt. El sem hiszem, hogy sikerült. Most már tudom, hogy miattam volt, és nem miatta. Így van. Szigorúbbnak kell lennem. Aggódónak tűnt? Nem, és lelkesen jött. Talán mondanod kéne valamit Lisának. Igen. Most már elhúzhatsz. Nyugodtan férjhez mehetsz. Szabad vagyok. Igen. Nem leszek többé bezárva. Nem leszünk bezárva, ugye? Mert sokat fogunk sétálni. Jó volt ennyit sétálni. Bárcsak kényelmesebb cipőt vettem volna. Reggel még. Bocsánat. Linda nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Tedd, amit mondok. De most már Buddy is örömmel sétál. Jó fiú. Ügyes vagy. Tovább fog élni. Jobb életet fog élni. Jobbat, igen.
Van egy boldogabb és egészségesebb kutyánk. Linda mama is boldog, és Lisa végre elköltözhet, és férjhez mehet. Szép munka, nem? Most, hogy Buddy jó úton halad, Graham elindul Staffordshire-be, ahol egy nemrég elvált hölgy egy fékezhetetlen himmel él együtt, aki minden új udvarlót elhajt. Graham tudni akarja, hogy mi ennek az oka. Hello! Oké, okay. Te jó ég! Elég vad! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Jaj, de szép vagy! Hé, szállj le az akomról! Most meg mit csinálsz? Mit csinálsz? Szereti a látogatókat, ugye? Kissé túlzottan is szereti. Egyik percben harap és letépi rólam az akómat, a másik percben udvarol. Úgy sajnálom. Ralph! Le! Már is jobb. Ralph nem csak a férfiakat terrorizálja, hanem Tony összes barátját és családtagját is. Miért csinálja ezt? Ez a két éves Fox Terrier keverék imád mindenkinek az arcába mászni. Nagyon vad. Abszolút vad. Ralph mindenkire ráugrik, mindenkit megharap, és mindenkit megmászik. Mint egy tasmán ördög. Azt hiszi, ő a ház ura. Jelenleg három ember jön hozzánk. Az anyám és a két testvérem. Úristen! Ralph, ne csináld, ne! Végtelen és tele van energiával, ha vendégek jönnek. Ül! Ralph, elég volt! Menj le! A nemrég elvált Tony szeretne új udvarlókat megismerni. Menj a helyedre! De Ralph féktelensége ezt lehetetlenné teszi. Az első benyomás lényeges, és ha az első benyomás az, hogy rádugrik egy állat, én biztos sarkon fordulnék. Ez a neveletlen kutya egy igazi szenvedélygyilkos. A rendezvúzás szórakoztató, de erről itt szó sem lehet. Nem! Le! Nem hívhatok ide bárkit. Ez olyan kínos és nevetséges. Az egész helyzet nevetséges. Amikor Ralph végre megnyugszik... Jó fiú. Graham elbeszélgethet Tonyval. Miért hoztad haza? Előtte 14 évig volt kutyánk. Értem. A gyerekeim nem is éltek kutya nélkül. Olyan szörnyű volt elveszíteni. Értem. Ráadásul nemrég váltam el a férjemtől is. Szóval már volt egy nagy űr, ezért úgy döntöttünk, hogy befogadjuk Ralphot, hogy kicsit felvidítson minket. Márciusban beköltöztünk ebbe a házba, majd a rákövetkező héten jött a pandémia. Oké. Azóta rendezvúztál már, ha megkérdezhetem? Igen, egy ideig. De amint megpróbáltunk itt a házban együtt lenni, rájöttünk, hogy nem fog menni. Nem hívhatok meg senkit a saját házamba. Tony szó szerint félretette az életét Ralph miatt. Már nem rendezvúzik, ami nem mehet így tovább. Ha a listát kéne írnod azokról a dolgokról, amik a legstresszesebbek, akkor már régen túl vagy rajtuk. És ennek a közepébe csöppent ez a kölyök. Elég laza pórázon tartod. Szerinte te nem vagy igazi vezető. Ezért úgy döntött, hogy átveszi a vezetést. És erre jött még a pandémia is. Tehát van egy kiskutya, aki kamasszá cseperedett, és meg kéne tanulni a viselkedni az emberekkel. Ő ilyen, hello! Mert nem tudja, hogy kell csinálni. Ezért meg kell tanítanunk neki, hogyan viselkedjen, ha belép valaki az ajtón. Kérlek. A nem kívánt viselkedése mellett ő egy édes kutya, aki próbál kitörni. Ezért abszolút egyértelmű az üzenetünk Ralphnak. Nincs ugrálás, nincs harapás. Légy nyugodt és kedves, és mindenki szeretni fog.
Egyszerű, nem de? Nem! Ralph immár több mint egy éve terrorizálja a vendégeket. Eljött az ideje, hogy Tony felállítsa a szabályokat, és meghúzza a határokat. Nem zavar, ha egy kutya a kanapén van, ha jól viselkedik. Ha valaki ül, és ő összeugrálja, és az a valaki feláll, az egy jel, nem igaz? És le is fogjuk küldeni a kanapéról. Ha nem viselkedsz rendesen, nincsenek jogaid, ennyi. Ha pedig jól viselkedsz, megdicsérünk, ez lenne a terv. Akkor leülhetünk? Igen. Hé! Indul a mandula. Ralph azonnal üdvözli Grahamet, aki rögtön jelzi, hogy nincs ínyére a dolog. Le! Más részről viszont... Jó fiú! Bármilyen jó viselkedést... Jó! Meg kell dicsérni. Ez az. Ezek szerint világos, hogyha velem akar lenni, és... Na jó, ha ezt csinálod, le! Párszor megismétli, majd elvonul, és rájön, hogy ha nem ugat és nem ugrik, akkor itt maradhat. Le! Fel sem kellett állnom. Nem. Ahogy kimondom, hogy le, tudja, hogy mit jelent. Úgy tűnik, Ralph hamar rájött a dolgokra. Jó fiú. Most már egész nyugodt, nem igaz? El sem hiszem. Jó fiú. Tényleg jó fiú. Igen, az jó fiú. Mindez csak az egyértelmű jeleknek köszönhető. Le vagyok nyűgözve. Teljesen ledöbbentem. És te is képes vagy. Igen. Rá. A következő lépés az lesz, hogy te fogod irányítani, és nem az az ember, aki itt ült. Jó. Graham megmutatta Ralphnak, hogy nem ő a főnök. Jó fiú. De vajon Tonyra is hallgat, ha megérkezik az egyik barátja? A Tonynál tett látogatásaim Ralph viselkedése miatt mindig rövidek. Nem tudom, hogy bírja elviselni, mert ez kész rémálom. Nagyon jó. Szia, Andy, gyere be! Köszönöm. A minimális esély érdekében... Ralph pórázon lesz. Foglalj helyet! Mindjárt elengedjük, te tartsd pórázon. Jó. Láttad, mit csináltam. Az elv ugyanaz, ha ugrálni, mászni vagy csipkedni kezdi Andyt, akkor te azt mondod, hogy le. Oké? Nézd meg Andyt. Lássuk, mi történik. Ígéretes kezdet. Eddig jó. Kiváló. Csóválja a farkát. Jó fiú. Majd hirtelen... Úgy néz, mint aki mindjárt csípkedni kezd. Le! Igen, tovább. Le! Ez az. Lehet, hogy Tony megmutatta Ralphnak, hogy nem ő a főnök, de valami fontosról megfeledkezett. Mit felejtettél el? Megdicsérni, hogy jó fiú. Könnyű elfelejteni, ugye? Igen, csak ültem és néztem. Igen, ez szokott történni. Ha a kutya jó, elfelejtjük megdicsérni. De Tonynak nem kell kétszer mondani. Okos kutya. Jó fiú. Ez csodálatos. Egy nyugodt és kedves kutya. Ezt szeretem. Teljesen más kutya, mintha más személyisége lenne. Ugye jó? Hihetetlen, de Ralph lármázása megszűnt. Okos kutya. Ám Grahamnek van egy végső tesztje. Tudod mit? Szerintem már nem kell póráz. Andy, megtennéd, hogy leveszed? Köszönem. Tony üzenete még póráz nélkül is egyértelmű. Ez az! Most már nem Ralph irányítja a falkát. Jó fiú! Ez hihetetlen. Sose gondoltam, hogy vele és vendégekkel együtt ülhetek itt az otthonomban. Jó, nem? Most már átjöhetek és beszélgethetek Tonyval. Még mi fog megváltozni ettől? Többször hívok majd vendégeket. Na-na, irány a társkereső. Adok egy tippet. Oké. Ha felhozol valakit és a kutyádnak nem tetszik, küldd el a francba.
Néhány órával ezelőtt Ralph még egy neveletlen kutya volt, aki miatt Tony nem élhette az életét. A randizás szórakoztató, de szó sem lehet róla. De most, hogy megtanult viselkedni... Jó fiú. Remélhetőleg új lehetőségek várnak rá és Tonyra. Teljes extázisban vagyok, mintha egy hatalmas súly esett volna le a vállamról. Nem akarok túl drámai lenni, de akár az életemet is megváltoztathatja, ami csodás érzés. Graham talán jó úton halad egy kapcsolattal Staffordshire-ben. Gyertek be! De még van egy megoldandó feladata Derbyshire-ben. Ez az. Két korábbi jó barátot próbál újraegyesíteni. Nem, nem. A mesterkiképző Graham Hall elérkezett a munkahete végéhez. De mielőtt nyugodtan hátradőlhetne, Derbyshire-be kell mennie, hogy véget vessen egy ádász háborúnak. Elég! Reszketek. Attól félek, hogy egyikük meghal. Korábban Grahamnek sikerült egy semleges területen kibékítenie Maisie-t és Pippát. Hihetetlen! Ezúttal jóval nagyobb kihívással áll szemben. Otthoni területen is el kell lásni a csatabárdot. Visszajöttem, hogy házon belül is barátokká varázsoljuk őket. Ez mindig nagy kihívást jelent. Bármikor rosszul sülhet el, és akkor kezdhetünk mindent előről. Mi újság? Kint minden rendben, egymás mellett sétálnak, szóval nincs semmi probléma. Remek. Ma fel kell pörgetnünk a dolgokat. Szabadtéren egy kis interakció is elég volt ahhoz, hogy barátok legyenek. Szeretném ezt itt bent megismételni. Oké. Az egyik kutyát és gazdát bent hagyjuk abban a szobában, a másik kutya pedig körbe-körbe fog sétálni a folyóson. Igen. Ez ugyanaz a helyzet lesz, hiszen látják egymást, de semmi rossz nem történik. Ha mégis rosszul reagálnak, nagyon gyorsnak kell lennetek. És látszódni kell az arcotokon, hogy nem akarjátok. Rendben. Graham szerint Maisie és Pippa újra barátok lehetnek. Jó kislány. Vagyis veszekedés nélkül kell megtűrniük egymást. Jó kutya. A biztonság kedvéért szájkosárban lesznek, és akadály is lesz közöttük. Jó kislány, gyere Maisie! Graham Maisie-t vezeti el Pippa előtt, mivel Maisie szokta kezdeni a morgást. Okos. Eközben Mike nyugtatja Pippát. Figyeld a viselkedésemet. Koncentrálok, de laza vagyok, viszont éberen figyelek. Gyere! Gyere, kislány! Graham készen áll, hogy azonnal rászóljon a támadó Maisie-re. Ügyes! De egyelőre dicséretet kap, amiért ilyen nyugodt. Nagyon jó! Jó kislány! Figyelt, de nem csinált semmit. Igen. Azt a jelet küldöm, hogy jó kislány, mert jól döntött. Mike, te remek munkát végeztél közben, mert dicséred, amiért nyugodt. Igen. Maisie és Pippa nyugodt, ezért eljött Lorraine ideje. Vajon ő is vissza tudja fogni a kutyát? Ne feledd, ha kicsit ideges is vagy, próbálj lazának mutatkozni. Jól van. Gyere! Jó kislány. Ki a főnök? Azzal hibát követsz el, hogy megállsz, amikor ő is megáll. Ki a főnök? Igen. Amint Lorraine helyesen kezd el viselkedni. Jó kislány. Szuper. Oda nézz. Ügyes vagy. Gyere. Maisie végre szót fogad. Elégedett vagyok. Én is. Egyáltalán nem reagált. Csodálatos. Abszolút nyugodt. Te is az vagy. Teljesen megváltozott. Pippa sokkal nyugodtabb, mert Maisie nem jelent fenyegetést a számára. A következő lépés az, hogy helyet cserélnek. Ez egyszerűen hangzik, de vajon Mike továbbra is meg tudja nyugtatni Pippát? Menjünk. Jó kislány. Ez az. Gyere. Gyere. Minden jól kezdődik. Jó kislány. Okos vagy. Ez az. Ám amikor Mike ideges lesz. Elég? Pippa is átveszi tőle. Elég. 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 Enough. Release. Enough.
Pip, Pip, azért csinálja, mert rángatod. A póráz rángatása rossz jeleket küld. Pont ellentétesen csinálod. Azt hiszed ideges, mire ő azt hiszi, annak kell lennie, és kezdődik minden előről. Gyere! Jó kislány. Menjetek! Jól van, már is jobb. Jó kislány. Ez az. Miután Mike megnyugodott, Pippa is megnyugszik. Jól van. Nagyon jó. Lefekszik. Sőt, barátkozni akar. Ezt nem vártam. Én sem. Hihetetlen. Mikor láttál ilyet? Nem emlékszem. Úgy tűnik, Maisie és Pippa kapcsolata alakul. Két békés kutya hihetetlen. De Graham még szeretne tesztelni valamit. Az utolsó nagy teszt, hogy elviselik-e egymást egy szobában. Én leülök, és utána te is. Mike, gyere be Pippával, és ülj le oda. Okay. Aztán majd ti jöttök Maisie-vel. Menjünk. A háború előtt Maisie és Pippa békésen szunyókált egy szobában. Okay, Lorraine, gyertek be. Ez az. Lehet, hogy az akadályok megszüntetése még túl korai. Elég. Hé. Nem. Ha kell, álljatok fel. Elég, Maisie. A helyes jelek küldésével Lorraine és Mike megnyugtatja a kedélyeket. Jó kislány. Szép munka. Sikerült megállítanotok őket. Igen. Meg is nyugodtam. Minden rendben. Beletelt némi időbe, míg eljutottunk ide, de végre egy szobában vannak és nyugodtak. Most már tudjátok, mit kell tennetek. Igen. Néhány nappal ezelőtt Maisie és Pippa ős ellenségek voltak, ezért szét kellett választani őket. Attól félek, hogy egyikük meghal. De most, hogy a lányok újra barátok, az egész háztartás végre békében élhet. El sem hiszem. Nagyon büszke vagyok. Köszönöm. Nagyon szívesen, de tényleg. Lorraine és Mike egész életükben a két kutyával küzdöttek. De most végre megkönnyebbültek. Most már ők irányítanak, a két kutya pedig kibékült. Nagyon elégedett vagyok. Hat héttel később Dél-Londonban Buddy büszkévé teszi Lindát. A drágám nagyon jól van, és már 3 kilót fogyott. Köszönöm, Graham. Le! Staffordshire-ben Tony megszenvedett Ralph tanításával. Le! De Graham visszament, hogy további segítséget nyújtson. Derbyshire-ben Maisie és Pippa egészen közel került egymáshoz. Egy szobában vagyunk a kutyákkal. Póráz még van rajtuk, de szájkosár már nincs. Sokat fejlődtek. Köszönjük, Graham.